Az előző szezonban elért negyedik helyezést követően a dobogót megcélozva vágott neki a 2018-19-es bajnokságnak a Vásárosnaményi csapat. Fél időben 50%-os teljesítménnyel a 8. helyen állt a Dudály Zoltán által irányított gárda. A tavasz már jobban sikerült, így 2 helyet előrelépett a tabellán a Namény, de ez a szereplés is a megszerzett 49 pont végül a 6. helyhez volt elegendő. A idei szereplésünk összességében csalódás, de azért ne legyünk pesszimisták, hiszen voltak szenzációs mérkőzéseink, és hogyha a táblázatra tekintünk, akkor látjuk azt, hogy több előttünk lévő csapatot tudtunk legyőzni, jó meccseken, jó mérkőzéseket játszva, ugyanakkor ami elgondolkodtató, hogy azért a mögöttünk lévő csapatok időnként megtréfáltak bennünket. Hát ezért váltunk erős középcsapattá, hiszem azt, hogy a jövőben is meg lesz a csapatnak a fedezet arra, hogy tudjunk hatékonyan és normálisan focizni. A focistáknak csak a játékkal kelljen foglalkozni, a hátteret pedig teremtse meg az elnökség. Mint az egyesület elnöke elmondta, biztosítottnak látszik a felnőtt csapat utánpótlása, az U19-es együttes ugyanis bajnoki címet szerzett a megyei első osztályban. Két játékos időnként már lehetőséget kapott, Barta Ferenc és Berez Gábor, ők éltek is ezzel, hiszen érdekes, hogy keretes szerkezetű volt a tavaszunk, hiszen az első mérkőzésen pont Barta Feri döntötte el a Nagyesed elleni meccsünket, győztes gólt szerzett, az utolsó meccsen a 4 perccel azelőtt beállt Berez Gábor góljával sikerült győznünk Balkány ellen. Hiszem, hogy 2-3 játékost be tudunk építeni, nyilván lesz mozgás a játékos keretben, de hogy a tegnap esti elnökségén megfogalmazódott, minél kisebb mozgással szeretnénk összeállni és összerakni a csapatot jövőre, hiszen ez a csapat igazából tavaszra állt össze, és győztes keretet ne változtass, bármennyire is keserű kicsikét a szánk íze, azért az alap megvan, a helyi játékosaink megvannak, és nagyon büszke vagyok arra a VS elnökeként, hogy a megyei első osztályban büszkén mondhatjuk el, a legtöbb hazai játékos a Vásárosnaményi csapatában szerepel. A Vásárosnaményi csapat a többi megyei első osztályú együtteshez hasonlóan július elején kezdi majd el a felkészülést a következő szezonra.